a három. Erre a Kígyózó sor a vásárcsarnok halboltjában, érezhetően közeledik a karácsony, a családok közül pedig sokan álmodtak meg akár szentestére is halételt az ünnepi menübe. Különböző statisztikák szerint mi magyarok az európai átlagnál jóval kevesebb halat fogyasztunk, karácsony előtt azonban úgy tűnik, egy kicsit javítunk a mutatókon. A boltot üzemeltető szövetkezet elnöke szerint Győrben egyre népszerűbb a hal. Ilyenkor semmelyik halnak nem kell cégért, mint a jó bornak sem. De az utóbbi évek slágere az afrikai harcsa mindenképpen, füstölve az egyik sikertermékünk, nagyon szeretik a vásárlók, a halászlé továbbra is, amit készítünk, éttermek is, vásárlók is, halszelet nélkül nagyon nagy sikere van. A sok-sok finomság közül az afrikai harcsa, a halászlé és a helyi specialitás az ecetes hal viszi a prímet. Ebből fogy a legtöbb, de sokan visznek pontyot, busát és pisztrángot is. A napi teendők mellett a szövetkezet jövő szombaton egy nagy dobásra is készül. Az adventi vásárban egy hatalmas kondér halászlevet főznek, amit adagonként jelképes áron adnak a vásárlóknak, a befolyt pénzt pedig jótékony célra ajánlják fel. A finomságot addig is elő lehet kóstolni. A Széchenyi tér és a Cucor utca kereszteződésénél lévő szövetkezeti faházban folyamatosan főzik az utánozhatatlan szigetközi halászlevet.